A magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta, közben Brüsszel kudarcot vallott. Erről az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén beszélt a külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg, sokszor túlerővel szemben is. A magyar külpolitika az magyar és szuverén. A nemzeti érdek érvényesítését nevezte a kormány legfőbb külpolitikai célkitűzésének Szijjártó Péter az Európai Ügyek Bizottságának pénteki ülésén. A külügyminiszter hozzátette, a magyar külpolitika észszerű, pragmatikus és racionális. Ugyanakkor leszögezte, miközben barátokat és együttműködő partnereket keres Magyarország, addig nem fél felvállalni a konfliktusokat sem a szuverenitásának megvédése érdekében. Ha valaki például boxzsáknak néz egy 1000 éves államisággal rendelkező országot, és azt gondolja, hogy minden reggel belepüfölhet egyet a saját kénye kedvére, és ebben vannak jelöltek az Európai Parlamentben bőven elegem, hogyha jól figyeljük, akkor itt nem maradhatunk csöndben, nem lapulhatunk, nem merhetünk kicsik lenni, hanem ott igenis fel kell lépni, és a szükséges konfliktus fel kell vállalni. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a válságokra, köztük a Covid-járványra és az orosz-ukrán konfliktusra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette. A liberális mainstream-mel szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon. Ez azonban nem tetszik Brüsszelnek, ezért minden eszközzel támadnak minket a magyar baloldal közreműködésével. Ez azért nem új számunkra, mert mindannyian tanultunk történelmet, volt, aki még élt is a kommunizmus idején, és ezért pontosan tudja, hogy a kommunizmus során is innen Magyarországról magyar emberek a magyar nemzeti érdekkel ellentétesen léptek fel a birodalmi központokban. És ez most ugyanígy van, csak most Brüsszelben magyar parlamenti baloldali képviselők lépnek fel Magyarország érdekeivel szemben. A külügyminiszter szerint ma sincs észszerű magyarázat arra, hogy bárki is támogassa a saját hazáját lejárató Sargentini, vagy az úgynevezett Gwendolyn del Bosco-Scorfield jelentések tartalmát, a hetes cikkely szerinti eljárást, vagy akár a jogosan járó uniós források visszatartását. Nincs az Európai Unióban olyan tagállam, akinek ilyen mélyen van morálisan az ellenzék, a baloldala. Miközben a balliberális pártok bizottsági tagjai egyöntetűen jelezték távolmaradásukat, addig a Fidesz-KDNP-s tagok és EP képviselők arról beszéltek, köztük Deutsch Tamás, a kormánypártok listavezetője, hogy a magyar dollár baloldal az Európai Tanácsi szankciós és háborúpárti állásponthoz képest is megszavazta a még szélsőségesebb parlamenti határozatokat. Magyarországot szinte nem is tüdőn a magyar gazdaságot főbelövő szankciós álláspontokat támogatnak a dollárbaloldali képviselők. A magyar biztonságot, Magyarország háborúba sodródását azonnal megvalósító valóságát tevő európai parlamenti döntéseket támogatnak az magyar dollárbaloldali képviselői az Európai Parlamentben. Brüsszelnek mindenki kényelmetlen, mindenki a terhére van, aki a migrációval, a gender propagandával szemben fellép, és aki a béke ügye mellett emel szót. A jól tapintható kettős mércét még a legszélsőségesebb föderalisták sem tagadhatják le, fogalmazott válaszában Szijjártó Péter. A miniszter beszámolója szerint Brüsszelben már a háború előtt sem volt tágtere a racionális kommunikációnak, de azóta a kérdések átpolitizáltsága szintet lépett. Ez pedig megkérdőjelezi, hogy van-e egyáltalán értelme a vitáknak.